Dobogó Extra mai vendége Takács Kati színművésznő. Abból az alkalomból beszélgetünk, hogy itt Budaörsön játszol a Latinovic Színházban, Agatha Christie egérfogójában. Hát természetesen egy kriminek a slusszpoénját nem szabad elárulni. Ja, tényleg jó. Tehát azt nem mondhatjuk meg, hogy ki a gyilkos, és hogy mi is történik, de azért kíváncsi vagyok arra, hogy hogy alakult ez a felkérés, hogy érzed magad, kikkel már játszottál együtt, kikkel nem, és hogy hogy érzed, hogy a közönség hogy veszi ezt a darabot? Hát én ezt nagyon szeretem, ezt a szerepet. Lukács Andor kért föl rá, együtt játszottunk a Belvárosi Színházba, az Orlai Tibinél a Jadviga párnájában, és ott beszélgettünk az életről, hogy megy az embernek a munkája, mit csinál. És akkor mondta Andor, hogy ő ezt rendezi, és van benne egy idősebb hölgy szerep. Egy zsörtölődő idős hölgy. Igen, hát egy pikírt idős hölgy, hát aki egy, nem olyan, egy mint kellemes, te vagy, így van. Hát kinek kedves vagyok, kinek nem kedves. Tehát, hogy van ez a szerep, és mivel az Andorral már dolgoztam, és nagyon-nagyon jó munka volt az is, ezért boldogan elvállaltam. És remek próbaidőszakot töltöttünk együtt. A társulatból, azt hiszem csak pillanat, gondolkodom, hogy azt hiszem az Illés Robival nem dolgoztam, mindenkit ismertem. Lovas Rozival, aki a főszerepet játsza, az első szerepében, az első hivatalos ilyen felnőtt szerepében a Kaposvári Csiky Gergely Színházban dolgoztunk. A Nagy Danit az Új Színház stúdiójában ból ismerem, ott foglalkoztam vele, dolgoztunk együtt. Mariannal, Új Színház szintén, szóval az még a Székely Színházból ismerem, amikor Székely Gábor volt az igazgató, ott dolgoztunk együtt. Tehát és akkor az Andrist, Márta Andrist, még régebbről. Hován Gábort is, úgyhogy dolgoztam már mindenkivel. Szereted a krimiket? Szoktál kikapcsolódni krimin? Olvasol ilyeneket? Igen, én nekem a kedvencem a Júnezbő, norvég krimíró. Nagyon szeretem a könyveit. De ez ilyen mostában alakult ki, nyilván azért, mert most elég sok munkám is van, volt. Az utazások, ugye Kaposvári Csiky Gergely Színház tagja vagyok, és valamikor az ember annyira fáradt, hogy akkor rájöttem, hogy mivel a tévében nagyon kevés jó film van, ezért a kikapcsolódás az a krimi. Úgyhogy, de még nem játszottam krimiben, és akkor ez nagyon-nagyon... Nagyon, azt éreztem a munkában, hogy Andor ezt a zsörtölődőt, ahogy az előbb említetted, hölgyet, ezt próbák alatt a végletekig elvittük, mindenféle helyzetgyakorlatokat, őrületeket talált ki, és aztán így, ez egy nagyon izgalmas figura, hogy milyen az, amikor valaki nem annyira kedves, nem, tehát inkább a negatív oldalát mutatja meg, és abból az hogy tudod magadévá tenni, hogy tudsz abból egy jó karaktert kigyúrni, és ez sok humorral. Érdekes a díszlet is, mert ugye egy ilyen szalon, egy ilyen szálloda, ahova jönnek a vendégek, van egy nagyon szép kandalló, és mellette van egy fotel, és annak a fotelnek olyan kiemelt szerepe van. Hát, mert hogy mindig úgy ültök, igen. Igen, hogy úgy ültök benne, és akkor húzzátok, vonjátok, és majdnem olyan, mint egy ilyen bűvös szék. Hát, igen. Igen, szeretem a fotelt, az nekem egy törzshelyem. Sokszor ott ülsz, és ott mondod igen, ki igen, a, igen, 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 az igazságokat. Úgy, ez egy fontos dolog. Tehát a díszletek, a jelmezek mit segítenek ebben a szerepben? Mondjuk, hogy a jelmezt említed, igen. Mondjuk a díszlet annyira most erre nem tudok azt mondani, hogy igen, hanem a jelmez, az nagyon jó, hogy említetted, mert igen, ősz parokádon a gyönyörű hát, vörös hajat például nem Andor, látszik.
Andor találta ki, és hát szerintem tényleg szerepe válogatja, és egy ilyen kisebb karakter szerepnél, ami nem annyira személyes, vallomásos szerep, annál nagyon megsegíti. Hát ebbe az ez az évem a parókák éve, mert, na. mert a Csiki Gergely Színházban az első, az egy szőke rövidhajú paróka volt, az Eltört korsóban, a Kleist Eltört korsó című darabban. A következő darabban a Magyar Elektrában, ahol Klütemnesztrát játszom, ott saját hajjal. Utána játsszuk a, illetve hát már lejátszottuk az Augustus Oklahomát, és abban egy barna vöröses barna karakterem van, úgyhogy rövid hajakkal. És akkor az Andor azt mondta, hogy szeretné, hogyha ősz lennék. És mondom, tényleg, hát ez nagyon izgalmas, nagyon örültem neki, és akkor hadd említsem meg, hogy aki a parókát csinálta és fölteszi, a fodrász, az a Takács Klári, a névrokonom, akit én nagyon régről ismerek a televízióból, és olyan lehelett, finom, könnyű parókát hozott, és szerintem jól is áll nekem. Jól, kimondottan jól. Hogy, mert nem mindegy, milyen a paróka, az sem mindegy, mert az ott az ember semmi fejét nem mindegy, nyomja, a smink szűk, sem mindegy, ruha minden. Sem mindegy, semmi sem mindegy. És a ruhát meg a lányok nagyon, nagyon jól kitalálták, úgyhogy nagyon élveztem, minden úgy stimmelt, minden olyan jó volt, nagyon szerettem ezt a munkát. Jellegzetességed egyébként ez a hajkorona. Tehát ezt te úgy gondolom, hogy évtizedek óta most emblematikusan viseled, igen, tehát ez valami a gyönyörű szózám vörös tartozik. Haj, ez te vagy, meg ez a csodálatos orgánum, ami nem véletlen, hogy ezzel te tanítasz is, ugye, beszéd... Művészi beszédet művészi Kaposváron beszédet. Az egyetemen. És itt is tanítottál. A stúdióban, az új színház csak az új színház stúdiójában Gosztonyi János kollégám tanár úr biztatott. Isten nyugosztalja. Igen, sajnos már elment. El, hogy ő biztatott, hogy vállaljam el azt, hogy a stúdiósokkal foglalkozom, és nem is tanításnak hívom, hanem inkább a tapasztalataim átadásának. Tehát nem tudom, hogy pedagógus vagyok-e, máshonnan közelítem a tanítást. Ez a gyönyörű orgánum, ez örökség? Nem, vagy nem, ezt lehetett nem. alakítgatni? Ezt kellett. Milyen csúnyán mondom, kellett igen. alakítani. Ugyanis amikor elvégeztem, illetve mikor negyedéves voltam, és akkor az még nem egyetem, hanem főiskola volt, és csak 4 éves volt, nem 5 éves, nem is kéne, hogy 5 éves legyen egy művészeti egyetem, akkor a Vígszínházhoz kerültem gyakorlatra, de már előtte sok probléma volt a hangommal. Tompán szólt, torokból beszéltem, tehát minden, zártam, mindenféle baj volt az én hangommal és a beszédemmel, és akkor a Barbárok, Gorki Barbárok című darabjában játszottam éppen, ott volt egy szerepem, és jött a szerződtetés, és azt mondta a Várkonyi Zoltán, hogy ilyen beszéddel nem lehet a Vígszínház tagjának lenni. És akkor a Vencel Vera megfogta a kezemet, és elvitt az ő énektanár nőjéhez, Ónodi Kis Mártához, aki az éneken keresztül megtanított engem beszélni. Zengése lett a hangomnak. Ez akkor fontos volt, most már nem annyira fontos a beszéd, azt veszem észre. De azért fontos, nem? És akiket te oktatsz azért azoknak, de is remélem, hogy mondjam, hogy persze, de hát teljesen mindegy, a rádióban, tévében olyan pöszék és baj, olyan rossz nagy baj, beszédű nagy baj. Emberek vannak. No mindegy, ameddig szükség van rá, vagy szükséges. Szerintem fontos egy színésznek, tehát a színészetnek az alapja a mozgás, a beszéd, a hangképzés, az ének, most már a zene is, ugye, hogy a mostani képzésbe helyet kap az is, hogy ha valaki tud hangszeren játszani, az előnyt jelent, és ez nagyon jó.
Ez pontosan így van. Nemrég láttalak a televízióban, akkor éppen Hegedűs D. Gézának a születésnapját ünnepeltétek a Hogy volt című műsorban, mert ugye, hogy ti együtt végeztetek. Igen, osztálytársam volt a Géza, és igen. Marton László, ahogy felemlítette, felemlegette ezeket az éveket, hogy neki még mindig megvannak azok a cédulái, ez nekem. Az én számomra nagyon érdekes volt, amikor felvételiztek, hogy kiről mit írt. Tényleg? Igen, összefutottam vele, de ez nem. Ez is érdekes volt, hogy te például hogy emlékszel arra, amikor ott kislányként a gyönyörű vörös hajkoronádal megjelentél, mit mondtál, mit kértek tőled például a főiskolán arra a felvételén? Arra emlékszem, hogy édesanyám volt a kék mini ruhába voltam, akkor éppen az volt a divat, mert ez már ugye régen volt, és hát tök mindegy, 40 éve végeztünk. És én előtte a Keleti Istvánnak a Szkéné csoportjába jártam, a Műegyetemi Szkéné színpadára, és tehát volt egy év, amit ott eltöltöttem a főiskolára való jelentkezés előtt. Nagyon talán két év is volt, csodálatos időszak volt, és szerintem, hogyha én oda nem kerülök be, akkor én valószínűleg nem is lettem volna színész. De valahogy úgy sodródtam e felé, és akkor elmentem, az egyik, egy barátom készített föl, meg egy barátném, és Izménő monológot mondtam, meg Tennessee Williams, Macska a forró bádog tetőn, versek. Tulajdonképpen most, ahogy így rákérdeztél, azon gondolkozom, hogy izgultam-e, vagy nem izgultam. Valójában talán nem volt bennem olyan nagy druk, mert azon kívül, hogy ebben a csapatban, ebben a szkénések között én léteztem, sokat nem tudtam, csak néztem. Tehát nem voltam belül, színházon belül, nem volt közöm a színházhoz. De nem érezted a tét nagyságát? Nem, egyáltalán. Nem érdekelt, hogy ez most milyen. Volt, amikor izgultam, volt, amikor nem. Aztán utána nagyon sok vidéki év jött, tehát Veszprém, hát meg kellett tanulnom Debrecen, beszélni, igen. Szolnok, igen. Szolnok, tehát Veszprém, és tudom, hogy volt benned egy kis fájdalom, hogy nem a Vix színházban maradhattál. Ott kinek nem lett volna fájdalom, hogy nem Budapesten van. De azért nagyon jók voltak ezek a tanuló évek, nem? Rengeteg szerepet játszottam. Rengeteg, sok minden. Tehát én nem is tudnám a Nórát már elképzelni nélküled. Tehát vannak olyan szerepek, amik megtaláltak, mondjuk persze. A Makrancos Kata, tehát az te igen, vagy. Ez te vagy ezek a szerepek. Volt. Hogy mondjam, mindenki máskor érik, mindenki máskor teljesedik ki. És nekem valószínűleg ez az időszak, ez a 10 évig voltam vidéken, ez a tanulásról is szólt, és akkor nagy szerencsére utána a Radnótira kerültem. Radnóti Új Színház. Igen. És most pedig megint vidék, de itt is rengeteg szerepet kapsz, tehát Kaposvár. Igen. Az Égen is egy nagyon jó színház volt, és most Rátóti Zoltán igazgatása igen. Alatt most is. Iszom egy kortyot, bocsánat. Igen, egy nagyon jó színház, és sok műfajú színház, viszont nem könnyű az utazás, tehát ehhez így hozzászokni, állandóan jönni-menni, de neked ott van valami kis saját lakásod is. Hát, tehát az, hogy fiatalon az ember vidékre jár, azon csak, amikor még élt édesanyám akkor mindig felsóhajtott, és nagyon szomorúan megjegyezte, hogy már megint csomagokkal megyek el otthonról. Most már nem érzi meg szegényként, mert már nem él, de most én sóhajtok mindig. Én szeretek úton lenni, de azért elég fárasztó. Most már ez az utazás, úgyhogy amikor tehetem, és mivel az egyetemen is tanítok, valamikor lemaradok. De azért mégiscsak itt van az életem Budapesten. Nagyon jó barátokra leltem, vagy jó, nem tudom, hogy már mondhatom-e, hogy barátok, de jó kollégákra leltem odalent. Vannak olyan kapcsolatok, amik nekem nagyon fontosak és erősítenek ott lent.
Úgyhogy ez jó, és nagyon örülök, hogy tényleg változatos szerepeket kapok. Ez jó dolog. Van valami, amivel ki tudsz kapcsolódni? Tehát bármi, amit szívesen művelsz, vagy hobbid van, vagy még a szabadidődben egy kicsit más, mint maga a színjátszás és a színház körüli tevékenységek. Sokféle dolog lehetne, hogyha lenne idő. Vagy a másik, ami még furi ebben a szakmában, hogy olyan kiszámíthatatlan. Tehát az, hogy most nyáron hova megyek, az megvan már tervben, de hogy az most kezd kialakulni, hogy na, akkor nem lesz előadás, ugye most sok olyan van, hogy innét Budaörsről is megyünk Földvárra júliusban, majd augusztusban Pestre, akkor most ezt elmondom gyorsan. Magyar Elektrával is. Igen, most ez azért, ez nagyon fontos előadás az én életemben. Ez a Bornemissza Péter darabjából írta Hály János, nagyon, nagyon beledolgozott a Hály, és ettől egy nagyon izgalmas darabot írt, és nagyon-nagyon-nagyon jó szerepek vannak benne, és a Horváth Csaba, aki koreográfus, ő rendezte. És szerintem egy nagyon szenvedélyes, izgalmas előadás lett belőle, és június 20-án a Városmajori Színpadon játsszuk. Tehát, hogy ilyen szerte ágazó az ember élete, illetve nem is szerte, hanem szerte szana van az ember élete azáltal, hogy nem mindig tudod, hogy mikor vagy szabad, mikor mehetsz. De ha, tehát ilyenkor, amikor ilyen szűkösen van az életem, akkor hát nagyon szeretek olvasni, akkor megpróbálom az olvasást bepótolni, nagyon akkor megpróbálok színház, most nagyon sokat járok májusban, mert itthon vagyok. Színházba, film, nyáron utazom, mert szeretek utazni, ami még kikapcsol, szeretek biciklizni, vagy jogázni. Hát Kaposváron is tenni biciklizni, de se lára kimegy az ember vissza, ott körözhet. Szóval az jó. Most így hirtelen ezeket tudom mondani. Ha van időm, főzök, nagyon szeretek főzni. Akkor jó főzni, amikor nem kell, hanem amikor az ember kedvére csinálja ezeket. De hát most így. Készültök a 40. ugye, évfordulóra, ugye a találkozóra, a színművészetére, és ebben neked valami komoly feladatod is van. Te valami vagy többet tudsz, mint én. Nem, én nem tudom, hogy most lesz nektek, ugye, amit összehoztok és találkoztok. Hát semmi, annyit szervezgetünk. Még az elején van, hogy valószínűleg augusztus vége felé, amikor már mindenki itthon van, akkor össze fogunk jönni, semmi, ennyi az egész. Aztán, hogy lesz-e ebből is egy Hogy volt című műsor, az majd kiderül, de ezt még nem tudjuk előre. Tehát majd találkozunk, hiszen olyan ritkán találkozunk mi osztálytársak, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha mindjárt össze tudnánk jönni egy estére. Büszkék egy a családoddal, de mert a gyerekére mindig büszke. Nekem egy csodálatos fiam van. Dömölki Dániel. Mennyiben követte, hát nem tudjuk, hogy nem színművész lett, de hát akkor is. A fiam az iparon végzett építész szakon, és amikor elvégezte, akkor azt mondta, hogy semmi tiltakozás, ő most a szenvedélyének fog hódolni, fotózik. Színházakban fotózik, és egyébként is van más fotós munkája. És most édesapjának az utolsó rendezésében, Veszprémben díszletet tervezett. Úgyhogy ez volt az ő első díszlettervezése, hát ha majd követi több is. Ő ezzel foglalkozik, és nagyon nagy öröm az is nekem, hogy igazán jó kapcsolatunk van, tehát ez azt hiszem, de szerint már nem laktok együtt. Nem laktok együtt. Hogy az embernek a gyerekével jó a viszonya, azt hiszem, az nem csak nevelés kérdése, hanem ez valami
a két személyiség egymásra tud hangolódni, az egy nagy szerencse. Nekem ő nagyon fontos, hát gondolom minden. Anyának, szülőnek, persze, anyának, persze. De... Ráadásul ugye egyke fiú. Igen. És végül mégiscsak a művészetek, azok összekapcsolódnak, ugye. Az apuka is ugye rendező, és ugye ezek szerint őt a díszlettervezés, meg ide a fotózás érdekelte leginkább. Igen. Aztán majd meglátjuk. Itt beszélgetünk most a Budaörs stúdióban, Budaörs televízióban. Van-e valami kötődésed ide ez a településhez? Jártál-e már régebben is itt? Jársz ide vásárolni, vagy vannak-e itt ismerőseid, mert akkor nem, mert Kaposvára, ugye azt tudjuk, hogy szerintem ott már minden négyzetcentimétert ismersz, meg a többi nagyvárosban, ahol játszottál, de hogy érzed, milyen itt a hangulat? Hát nem tudom, nem, nincs is ismerősöm úgy, tehát nem járok ki Budaörsre ismerőshöz. Volt, amit 2000-ben játszottam. Volt egy női még furcsa éles, pár. Éles Béla színházában, igen. Budaörsi játékszínben, igen. Akkor is, mit mondjak, ez egy nagyon jó hangulatú kisvárosnak tűnik. Hát az is végül is. És ugye az ember tudja, hogy eléggé jól szituált, vagy jó hogy mondjam, jó lehetőségekkel bíró város, és ez látszik is. Tehát nyugalmat látok, szépek az utcák, odafigyel, most csupa magyar tala mondatot mondok, tehát hogy a város vezetése törődik ezzel a településsel, és ez látszik. És valószínűleg, hogy az emberek is, akik itt laknak, azoknak fontos. Te hogy törött saját magaddal? Hogy a lakóhelyük... Így van. Hogy bánsz az energiáiddal, hogy tudod őket beosztani? Tehát hogy érzed, hogy most éppen hol tartasz az életedben? Meg tudod ezt fogalmazni, vagy egyáltalán mennyiben befolyásolod saját magadat? Én fontosnak tartom azt, hogy az ember kondícióba tartsa magát. Nyilván egyrészt talán, hát persze különbözőek vagyunk, mi színészek is, nekem jól esik az, hogyha egészséges vagyok. Nem mindig tudok vigyázni, akkor mindig azon, hogy úristen, mikor lesz majd időm, mind arra, amit... Tehát nagyon fontos. Jogázzam, hogy sportoljak. Ezt édesapámtól örököltem, apám volt ilyen, mindig tornázott, amikor már idősebb volt, akkor volt két súlyzója, egy pokróc, és minden reggel tornázott. Most én nem vagyok ennyire rendszeres, de én is, mit tudom én, úszodába jártam, biciklizni jártam Kaposváron, ott nem találtam semmilyen jógahelyre, ami nekem megfelelne. Tehát fontos az egészség, igyekszem úgy étkezni, hogy az úgy... az egészséges legyen, tehát nem tudom, nekem fontos az egészségem, igen, én erre gondot fordítok, hogy... És a lelki béke, tehát az egyensúly, egyensúlyban hát ez összefügg, van, tehát függ úgy nézel ki, mint aki egy nagyon, hogy mondjam, pozitív gondolkodású, és nagyon harmóniában van saját magával. Ha nem, akkor törekszem arra, hogy az a harmónia visszájön. Nekem ez fontos, én ezt gyakorlom. Uh-huh. Ezzel én törődök, mert akár a szerepek kapcsán, akár az élet kapcsán sok buktató van, sok gödör van, és amikor kimászik az ember belőle, akkor azt mondja, hogy na jó, ez megvolt, de akkor a következő legyen ne olyan mély, talán, ha lehet, megúszom akkor egy kisebb gödörbe. Essen bele, vagy nem lehet elkerülni természetesen a gödröket, de ahhoz, hogy ezeken a nehézségeken az ember túljusson, és egyáltalán ezt az életet úgy, ahogy valahogy a lehetőségek szerint jól élje meg ezt a távot, amennyi neki adatik. Ehhez nagyon fontos úgy a testi, mint a lelki állapotnak az őrzése, és ez erre való figyelés.
meg is találod mindig a helyedet. Tehát ahol nem érzed jól magad, akkor ott tovább mész. Na azért ez nem mindig így van. Nem mindig mert vannak van. Kényszerek. Kimondod a véleményedet, megmondod, hogy mi tetszik, mi nem sajnos tetszik. Sajnos az most már... az éles vélemény nyilvánítás, ami nekem tulajdonságom volt régebben, az nem annyira kifizetődő. És talán nem csak azért, mert hogy nem mondasz igazat, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy nem mond, tehát hogy ez ezáltal az ember hazugságra kényszerül, hanem hogy csomagolod be azt a véleményt. Ezt, de szeret olyan társadalban játszani, mert meg ki nem szeret, ahol számítanak rá, ahol ő fontos. És ha úgy érzed, hogy ez most itt nem úgy valósul meg, vagy új vezetés jön, akkor te megtalálod az utat, hogy oda menj, mint például most itt Budaörsön, illetve Kaposvárott, ahol számítanak rád. Hát igen, hát ez nem könnyű, de az ember igyekszik. Hát kívánom, hogy ez a továbbiakban is ugyanígy legyen, és hogy ezek az otthonok, amelyek most így a te valódi otthonaid, ezek így is maradjanak, és te is így érezd magad bennük, hogy az a sajátod. Kedves nézőink, a Dobogó Extra mai vendége Takács Kati színművésznő volt, abból az alkalomból, hogy itt látható Budaörsön a Latinovics Színházban, Agathe Christie egérfogójában. Nézzék meg, hiszen ősztől újra lehet látni ezt a darabot. Elköszön a szerkesztő műsorvezető, Linka Ágnes.